Kicsim, képzeld, most hívtak a nyomdából, készen van a YouTube-os pólóm. Ja, szuper! Szia, Mazsola! Jó étvágyat, reggelizel? Igen. Mm. 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 Akkor ma abba fogsz feszíteni, apa? Hát, abba megyek Szegedre is. Utom vagyok a nyomdába, a pólóért. Már nagyon izgulok, már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lett, hogy néz ki. Valaki biciklivel jár, valaki autóval, és valaki lóval. Milyen kurva, nem? Ideje, hogy lecseréljem és felvegyem a munkaruhámat, úgynevezett munkaruhámat. Figyelj! Na, hogy szóltak hozzá? Szerintem tök jó lett. Nem sokára megyünk babaülést vásárolni, illetve autós ülésre gondolok, mert Sophie kezdi kinőni a mostanit, és hát ugyebár így úgy venni kell egy újat, egy másikat, de előtte még el kell menjünk baba státuszra. Tudjátok, ahol lemérik Sophie-nak a súlyát, a fejméretét, mellkas méretet és az ilyen dolgokat. Igazából olyan, mint egy nagy szerviz. Hello! Hello! Indulhatunk? Megvan minden? Igen. Igen? Balról jó, vagy jobbról is? Jó. Hello! Kis státusz szimbólumom. Csúcstartó státusz szimbólum. Te vagy a csúcstartó a babák között. Igen, akkor nem lesz vele szép emlék, ha megeszed. Viszont bizony. Majd a vigyázni kell. Most már mehetünk Szegedre, nem? Uh-huh. 20 dekával és 2 centivel többek vagyunk. Hoppá! Itt vagyunk, megérkeztünk, csak most meg kell még várni Sophie-t, ameddig fölébred. Van itt egy üzlet, egy ilyen baba üzlet Szegeden, az a neve, hogy Faktum, és itt szoktunk igazából nagy részt vásárolni, babakocsit is innen vettünk például. Erről a boltról beszélek. Ide nem viszem be a nagy kamerát, nem akarok megijeszteni vele senkit, meg valószínűleg szükségem lesz mind a két kezemre, úgyhogy csak a kis telefonnal fogok besúrranni. Kicsim, izgulsz? Nagyon. És te olvastál most ilyen dolgokat erről a... Igen. És mik azok a fontos dolgok, amiket meg kell nézzünk? Ne legyen rózsaszín. Törést tesztem, hogy vizsgázott, lefotóztam pár ilyen... Hát egy kislánynak nem jó, hogyha rózsaszín a zülése? Hát Sophie az nem olyan kislányos kislány. Ez a babakocsi szín, ez jó. Nem olyan kis kislány. Aha. Hát de ez ilyen unisex. Szia, Mazsola, jót aludtál? Jót aludtál? Mehetünk neked ülést nézni? Igen? Igen. Akkor kezdjük a válogatást. Hát nem lesz egy könnyű feladat kiválasztani a megfelelőt, azt tuti biztos, már előre látom. Hát igen, vagy ő, vagy ő. Én ezt jobban szeretem. Még ezt is néztük, de...
Hát nehéz, még mindig nehéz. A Sophie-t megkérdeztük, hogy melyik tetszik neki, de igazából ő is tudott rá válaszolni. Neki úgyis minden mindegy. Tehát az a baj, a kettő nem... Hát rengeteg féle fajtát találtunk, illetve láttunk oda bent. Az egyiket lehet frankon dönteni, a másikat ki lehet fordítani, a harmadik, Isten tudja, nem tudom, de a 60 ezer forinttól a 150 ezer forintos ilyen ülésekig mindent megtalálható. Nehéz a döntés, hogy most akkor melyik, mert igazából az a baj, hogy mindegyiknek van előnye, de külön-külön előnyei vannak, és egyben nem találhatók meg ez az előnyök, amit nem értek, hogy miért, valószínűleg, hogy biztonsági szempontból, ki tudja, nem tudom. De most el kell menjünk ebédelni, mert mind a hárman, legalábbis mind a ketten farkaséhesek vagyunk. Vagy csak én vagyok megint éhes? Akkor csak én. Most átjöttünk egy másik üzletbe. Itt is el fogunk tölteni fél órát, itt is megnézzük, hogy mi a helyzet. Na, itt maradsz, Sophie. Itt maradsz? Jó lesz itt neked ez a kis ketrec? Sofi! Haló! Mi legyen? Menjünk ebédelni? Igen. Teli hasonló munkát. Éhesen azt mondják, hogy nem jó vásárolni. Most ez nem tudom, hogy mennyire érvényes babakocsi ülésre, de az a helyzet, hogy találtunk egy másikat, egy jobbat, ami eddig megint mindent visz, viszi a prímet. Még nem mindent visz, mert a dönthetősége az nem visz. Viszont visz, mert nagyon jól néz ki. Jó, a dönthetősége annyira nem jó, de minden másban sokkal jobb. Jobb. Ja. Hát amiért jöttünk, tulajdonképpen megvásároltunk mindent. Még picivel többet, de nem olyan sok hülyeséget. Most már mehetünk ebédelni? Úton vagyok a buszpályaudvarra, a keresztlányomért, Szandráért. Most jött Szegedről. Ugyanis vége lett nekik az iskolának. És hát kezdődik a szünet. Kezdődik az élet. A nagy nyári élet. Hawaii Digi napfény. Majd mindjárt kikérdezem, hogy mi a terve neki a nyárra. Pattanál, ott két óra rosszát voltál a... Hol voltál? Kozmetikusnál. Köszönj szépen a nézőknek. Hellóka! Ja, a másik oldal. Vezetesz te is? Hogy kezdődik ez itt? Hát, ó, megvan. Nem, ez az. Most vége a sulinak? Aha. És mi lesz a nyára? Mit terveztél? Megyek Ciprusra. Jaj, de szar neked! Figyeld már, megy Ciprusra! Sőt, elmondom a legnagyobb hírt. Jövő hét vasárnap megyek Ciprusra. Ajaj! Te figyelj már, szüleid tudják ezt? Persze, ők fizetik a repülőt. Aha! Nem. Az kemény. És meddig leszel ott? 10 napot. De jó neked. Na hát valakinek így kezdődik a nyári szünet. 10 nap Cipruson. Tökéletes. Hát és akkor utána még Görögország... Ja, hogy utána még Görögországba is mentek? Nem, de hogy... De az jó lenne. Azt hittem, ne készítsél már ki! Azt szeretném. Hoppa! Megbeteted? Aha. Akarod? Ha nem akarod, nem muszáj. Te Szanda, ez... Jaj. Ez micsoda? Hímzőfonalas hajtincs. De minek ez van a fejedbe? Hát, mert ez egy... Ez most a lányoknak ez egy új divat, vagy mi? Nem divat, hanem... De mi a neve? Nem tudom. Jó vágyat. Van, aki azt mondja, hogy ez rasta, de nem rasta. Oszta rasta. Hát nagyjából. Kuk! Odaadom, majd Szandika megete. De finom a mamácska. Milyen jó tudsz etetni? Igen. Kérsz?
Nem, nem, nem kérek, köszönöm. Nem tudom, hogy a nézők kérnek-e, de szerintem köszönjük szépen ők is, hogy nem kérnek. Én nagyon finom, nem fahéj. Engem ne vegyél föl még ilyen. Nem, nem veszlek föl, dehogy veszlek föl, majd kitakarom. Kipixelezem az arcodat, jó? Jó. Ez egy kicsit nagy kanál lesz. Hazaértünk Szegedről. Hát kicsit mozgalmas volt a mai napunk, igaz? Uh-huh. Sokfele jártunk, lejártuk a lábunkat. Már mostan odáig jutottam, hogy állni se kényelmes, de ülni még rosszabb. Én másik nem értenek ehhez, hogy kell shoppingolni. Hát, hát ahhoz biztos, hogy nem. A nőknek van valami különleges érzékük a shoppingoláshoz. Kiválasztottuk ugye az ülést. Igen. De ezt még online meg kell rendeljük, mivel újat becsomagoltat szerettünk volna, és ezt kihozzák nekünk házhoz ingyen, úgyhogy, úgyhogy inkább azt úgy döntöttünk, hogy online fogjuk megvásárolni. Ne felejtjétek, még megnyerhetitek a fidget spinnereket, amit kisorsolok a nézők között. Először is az a dolgot, hogy megnézd ezt a videót, itt, ezt, itt, és a videó alá kommenteljél valamit, bármit igazából, hogy szeretnéd megnyerni, vagy nekem kell a spinner, vagy igazából bármit. A lényeg az, hogy kommenteljél. Ez azért fontos, mert van egy ilyen szoftver, amin ki fogja sorsolni a nyerteseket a kommentek alapján. Én mára elköszönnék, találkozunk holnap. Köszönöm szépen az időtöket, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is velem. Ja. Na nézzük még egyszer. Jaj, de elváltam. Και το σπίτι μας γκρεμίσει.